Karácsony előtt elérkezik a várva várt pillanat, amikor hangos nevetés és öröm tölti be az Elek Gyula arénát, amikor női kézilabdázóink vendégül látják a Down Alapítvány Sarokház lakóotthonának lakóit. A lányok minden évben változatos programmal készülnek vendégeiknek, tavaly közös edzésen kézilabdáztak, idén viszont sportágat és pályát is váltottak. Nagyon örülünk neki, hogy ismét ezt a hagyományt tudjuk folytatni, hogy a Fradival együtt karácsonyozhatunk, illetve a kézilabdás lányokkal. Ez az egész évben egy nagy örömöt jelent a srácainknak, hogy akár meccsre, akár ilyenkor ide jövünk, vagy amikor a lányok jönnek hozzánk vendégségbe, és egy nagyon készült erre, úgyhogy ékszerekkel és bőrtárgyakkal készültek, saját készítésűvel természetesen a lányoknak és a stábnak a csapatban. Próbáljuk változatossá tenni azt, hogy ezeken a találkozásokon mindenki jól érezze magát, de én úgy látom, hogy ez így mind a két részről egy nagyon örömteli esemény volt. Az elköszönés és az üdvözlés az nagyon szívmelengető, hiszen tényleg ezekből az emberekből annyi szeretet árad, amit szinte a mindennapokban nem is lehet megtapasztalni, tehát hihetetlen, ahogy minket tudnak fogadni, és ahogy tudnak nekünk örülni. Ahogy láttam, te például azt is megjegyezted, hogy kinek melyik a kedvenc színű golyója. Igen, Verának a piros golyóval kellett mindenképpen dobnia, és elég sokat tarolt is vele, úgyhogy nagyon ügyesek voltak. A játék része volt a legjobb szerintem, amikor tényleg úgy láttuk rajtuk, hogy örülnek, bár igazából az egész délelőtt így nagyon jól lehetett, meg tényleg most is adtak ajándékot, meg mi is adtunk ajándékot, és tényleg az öröm, ami az arcukon volt, az azért nagy boldogsággal töltötte minket is. Azért ilyenkor mi is egy picit felszabadultabbak vagyunk, és tényleg van időnk arra, hogy rászálljunk egy-egy délelőtt, több délutánt, úgyhogy ilyenkor mi is úgy át tudjuk magunkat tényleg adni teljesen, nem az van, sietünk meccs után. A játék után pedig a délelőtt talán legmeghatóbb pillanata következett. Kéziseink az alapítvány számára hasznos, illetve különböző fradis ajándékokkal lepték meg vendégeiket, míg az otthon lakói ezúttal is egyedi meglepetésekkel készültek. Egyikük ráadásul még a kézis család legkisebb tagjára is gondol. Ez kié? A levié. Jó, hát köszönjük szépen. Köszönjük, meg is nézzük gyorsan. Nézd, mit kaptál, baba. Köszönjük szépen. Igen. Igen, hogy tetszik már ez is neki? Mit kapott a baba? Bandinak nagy kedvence ugye az Izzi, most már évek óta, és ugye nyomon követte azt is, hogy megszületett Levike, és ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy neki is hozzon ajándékot, úgyhogy a zsebpénzéből Levi is kapott ajándékot. Nagyon kedvesek, hiszen mi is adtunk nekik ajándékot, de ők kézzel készített gyönyörű kis meglepetéseket adtak nekünk, és hihetetlen ilyen szeretetteljes dolgokat kaptuk tőlük. Ahogy látom, te már viseled is az egyik ajándékot. Igen, én kaptam egy nyakláncot is, meg naptárat is kaptunk, és hát megdicsértek a lányok, hogy nagyon jól áll nekem, úgyhogy jelenleg köszönjük szépen nekik is az energiát. Biztos vagyok benne egyébként, hogy örömmel készítették, megvárták ők is, de látszott tényleg, hogy ők is annyira örülnek minden apróságnak, úgyhogy hát köszönjük szépen mi is tényleg így a szervezést is.